Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét második ünnepén, Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünk elején a 388-as énekünket énekeljük, majd utána az ötös számú liturgia lesz az Isten tisztelet liturgiája. A prédikáció előtt a 221-es énekünk első négy versét énekeljük majd. Majd Isten tiszteletünk lezárásaképpen a 294-es éneket. Kérem, hogy aki teheti, az énekeskönyvét készítse elő, és azzal kövesse az Isten tisztelet menetét, akár együtt énekelve velünk. Most pedig kezdjük el Isten tiszteletünket a 388-as énekkel. Levette rólam a bilincset,
és megmentette lelkemet a haláltól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élő. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akit Isten halálra adott bűneinkért és feltámasztott örök életünkért. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, húsvét ünnepének
Epistolai Szentigéjét, Jusvét második ünnepének epistolai szentigéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből a 34. verstől a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézus felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományaiban és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg az ünnep evangéliumát, Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetéből a 13. verstől. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 50 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetekben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhányan közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, hogy az asszonyok elbeszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk: ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, ami megmondatott a proféták által? Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett, velük vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték őt, ő azonban eltűnt előtt. Ekkor így szóltak egymáshoz: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt, a kenyér megtöréséről. Ez a mai nap evangéliuma. Áldjunk téged, Krisztusunk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a
A 221-es énekünk első 4 versét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Az ige hirdetés, az imádság és a hitvallás elmondása után majd a 283-as énekünk harmadik versszakát énekeljük. Ez a jól ismert Jézus a te beszédet kezdetű énekvers. Most hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét, ugyanint megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetben, a 39. és 40. versben. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül. Én adok halált, és én adok életet. Összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen. Kezem az égre emelem, és megesküszöm önmagamra, az örökké élő. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Amen.
Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ez az ige szakasz Mózesnek az úgynevezett búcsú beszédei közül való, egészen konkrétan Mózes énekéből. Ebben az énekben Isten nagyságáról beszél, és végigveszi az egész történetet, amit Izrael népe az ő vezetésével, Isten terelgetésében végigélt. Ebben a két versben pedig ki is jelenti Isten nagyságát, mint egy összegezve, hogy nincs más. Nincs más Isten. És azt is, hogy minden az ő kezében van. De mi köze van mindennek az Isten dicsőítő éneknek húsvét ünnepéhez? Húsvét második ünnepnapjához. Feltámadáshoz, ráadásul Jézus feltámadásának ünnepéhez. Tegyük föl inkább úgy a kérdést, mert ez talán közelebb visz, hogy mi az, ami összeköti ezt a három igét, ami most felolvasásra került. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből levő igét, ott a Cornélius házában történteket és a péteri beszédet, az Emmausi tanítványok történetét Lukács evangéliumának a végéről, és ezt a mózesi éneket. Mi az, ami összeköti ezt a hármat? Az, hogy Isten, hogy Krisztus kizárólagossága van benne, mind a háromban. Mózesnél nagyon egyszerű, egyszerűen szó szerint kijelenti, nincs más. Ne is keressetek más. Nincsen, ő ura mindeneknek, ő az, akire mindig hallgassatok, ő az, akinek a vezetésében mindig bízzatok. A történelemnek a pikantériája az, hogy miután Mózes 5. könyve lezárul, gyakorlatilag az Ószövetség végéig majdnem arról hallunk és arról olvasunk, hogy miként, milyen módon tért el Izrael népe az Istentől, és hogyan és miként kapott ezért büntetést, hogyan tértek vissza, ki volt az, aki oda vezette őket, ki volt az, aki elvezette őket az Istentől. Az evangéliumban pedig ott lehet rácsodálkozni Krisztus kizárólagosságára és fantasztikus isteni voltára, amikor már eltűnik a tanítványok szeme elől, és ők egymás között beszélgetnek, és azt mondja, hogy úgy hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk. Valahol érezték, valahol végig ott volt bennük, hogy ez a vándor, aki hozzánk csatlakozott, ez valahogy más. Ez nem csak együtt ment, nem csak egy valaki, aki nagyon jól ismeri az írásokat, ő valami egészen más. Úgy hevült a szívünk, amikor beszélt hozzá. Most, hogy kénytelen, kelletlen, szentségi böjtöt kell tartani az evangélikus egyháznak is, vágyódva gondol az ember az úrvacsora után. Vágyódva gondolunk rá. Tegnap, amikor a lelkészi hivatalban a pillantásom rávetettem a kehelyre és a paténára, bizony nagyon-nagyon elszagult a szívem. Ki tudja, mikor hozhatjuk ki onnan újra a méltó helyére, az oltára. És reméljük, hogy úgy fog hevülni a szívünk, mint ennek a két tanítványnak, amikor Krisztus közelébe került. Már ők nem tudták, hogy ki az ott. És az apostolok cselekedeteiről írott igében, Cornélius házában, ahová elhívja Péter apostolt, ez a pogány ember, és miközben Péter beszél hozzájuk, leszáll rájuk a Szentlélek. Azt gondolták addig a tanítványok, az apostolok, hogy csak a zsidóságból jövő emberek kaphatják meg a Szentlélek ajándékát. És egy látomás sorozat után
Végül Péter enged a hívásnak és elmegy Kornélius házába, és amikor ő is látja, hogy leszáll a Szentlélek azokra az emberekre, akkor mondja ki azt, és akkor döbben rá. Most értem meg, hogy nem személyválogató az Isten. Egyrészt minden tiszteletünk Péteré, hiszen ezt a mondatot kimeri mondani. Több év Jézussal való együttjárás, és a pünkösdi prédikációja után ott szembesül azzal, hogy nem személyválogató az Isten, és ott érti meg. A másik oldalon pedig tanuljuk az ő példájából. Tanuljuk meg már most, hogy ne így ránk pirítva kelljen megtanulnunk, hogy az Isten ott van mindig, mindenekben. Ott lehet bárkiben. Mert ő nem személyválogató. Hogy ő előtte mindenki kedves, aki az ő igéjét akarja megtartani. Felfedezhető azonban a három ige kapcsán egyfajta fejlődés is, vagy a kronológiai időn megyünk végig. Mózesnél az Isten hangja még nagyon fenyegető. Tartsátok be! Ragaszkodjatok hozzá, mert különben ez fog történni. Azt mondja, hogy senki nem képes kivenni az én kezemből titeket. Én vagyok az Ura az életnek és a halálnak. Mindenről én döntök, mondja az Isten. Az emmausi tanítványoknál ez a nagyon kemény hang már nincsen. Van Jézustól kemény hang. Amikor egy kicsikét ledorongolja őket, hogy hát nem tudtátok, hát nem voltatok hajlandók ezt elfogadni, azt mondja, ó, ti balgák! De aztán elkezd tanítani. Szépen elmagyarázza neki lépésről lépésre. Ennek így kell. Kornéliusnál pedig egyértelműen a kegyelem hangja és a kegyelem cselekedetei jelennek már meg. Az egész háznép megtelik Szentlélekkel, és mindannyian együtt magasztalják az Istent. Azért, hogy tudhatják, vallhatják, hogy a Krisztushoz tartoznak. Hogy megváltozik. Azóta is így van ez. 2000 éve az ember felé a kegyelem szava hallatszik. Ma is. Itt is. Bár egy nagyon furcsa és nagyon nehéz helyzet. Így, ahogy körbenézek a gércei templomba, és ott csak fönn a kántori padon látom kántorasszonyunkat. De akkor is hisszük és valljuk, hogy az Isten kegyelme az, ami szól hozzánk újra és újra, ezen az ünnepen és aztán minden napon. Mert az Isten más dimenzióba gondolkodik. Nála máshogy vannak a dolgok. Ő az üdvösség felől néz. Lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy nekünk most milyen nehéz az életünk, hogy milyen kemények ezek a napok. De az Isten azt mondja, jól van ez így. Mert az üdvösség felől néz visszafelé. Ő onnan néz vissza, hogy ember, lehet, hogy úgy érzed, hogy ez kemény, de nézd meg, hogy mit adtam érte. Nézd meg, hogy én mit tettem érte. Nézd meg, föláldoztam a fiamat. Végignéztem a halálát. Azért, hogy nekem életed és üdvösséged legyen. Ez kemény. Ez áldozat. Ezért lehet mindig dicsőíteni az Isten. Újra és újra. És ezen már semmi nem változtat. Jöhetnek háborúk. Jöhetnek különböző viszályok, feszültségek. Jöhet egy icipici kis élőlény, aki rettegésbe tartja az egész földbolyót. De az Isten kegyelmétől semmi el nem választhat már. Mert az egyszer és mindenkorra. Krisztus az ő halálával
és feltámadásával megszerezte nekünk. És húsvét ünnepén ebben az üdv kérdésben erősít meg minket az Isten. Ahogy az Emmausi, akit is egyik pillanatról a másikra megerősítette. Ott matatott bennük, ott érezték, hogy valami van végig, ahogy mentek az úton. A könnyekből indul el ez a történet, a sírásból, a keserűségből, a kilátástalanságból. És a végén megszületik a húsvéti hit. Az a húsvéti hit, amely képes visszafutni Jeruzsálembe az éjszaka közepén, a legnagyobb veszélyek közepette. Nem számol azzal, hogy mi történhet, csak el kell mondani, hogy Krisztus él. El kell mondani, hogy igen, igaz minden. El kell mondani, hogy az Isten mégiscsak szereti az embert. Nincs más út. Nincs más lehetőség az ember előtt, hogy az életre jusson. Csak a megváltó, a kereszten keresztüli út. Nincs más, aki célhoz tud. Hiába hirdet a világ ilyen-olyan-olyan kikerülő utakat, nincs más, akiben üdvösség lenne. Csak a Krisztus. Ez az, amit a mai ünnep bennünk meg akar erősíteni. Hogy elhiggyük minden pillanatban, nem csak a templomban, nem csak egy csendes, meghitt, áhítatos órában, hanem életünk minden pillanatában és minden órájában, hogy gyermekei vagyunk az Istennek. Hogy megváltottjai vagyunk az Istennek. És ezért az örök élet letéteményesei. Így legyen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, aki elsőként támadtál fel a halálból, és utat nyitottál előttünk a mulandóságból az örök életre. Kérünk, erősíts meg minket a feltámadás hitében, hogy ne féljünk a haláltól, hanem örvendezzünk azon, hogy egykor együtt lehetünk veled és az üdvözültekkel. Amen. Isten igére válaszol, most valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Minden úrvacsora vételkor átélhetjük az Emmausi csodát. Szemünk megnyílik,
és rácsodálkozhatunk a megtört kenyérben jelenlevő Úrra, aki örömöt, friss erőt ad küldetésünk betöltéséhez. Hirdetem, hogy a jövő héten is jelentkezünk áhítattal, csütörtökön és szombaton a Facebook csoportban, illetve az ünnepi felvételeket is meg lehet tekinteni újra a YouTube csatornán. Hirdetem, hogy vasárnap újból Isten tiszteletet töltünk majd fel. Más alkalmat sajnos nem tudok hirdetni, hiszen a jelenlegi helyzet feloldásáig nyitott közösségi alkalmat nem tudunk tartani. Minden személyi jövedelemadót fizető állampolgár rendelkezhet adója 2%-áról egyháza és valamely alapítvány javára. A Magyarországi Evangélikus Egyház és valamely egyházi alapítvány is kéri és várja az adózók adójának 2%-át. Kérem, vegyük nagyon komolyan, mint a szakemberek mondanak, és aki csak teheti, maradjon otthon ezekben a napokban. Tudom jól, hogy a jó idő, a napsütés csábító, de a járványt csak úgy tudjuk lassítani, ha az egymás közti fizikai kontaktust minimálisra csökkentjük. Ezzel óva mindazok lelki és testi épségét, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak. Kérem, hallgassunk a szóra, maradj otthon. És most így, az ünnep lezártával szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ezekben a napokban segédkezett az Isten tiszteletek megtartásában. Engedjék meg a testvérek, hogy egy pár testvérünknek név szerint is köszönetet mondjak. Így köszönet Betterman Jákobnak, Mesteri Petrának, Németh Kittinek, Rosta Izabellának, feleségemnek, Kendekéknak, Anitának a technikai háttér biztosításáért. És köszönet Hűkátorunknak, Farkas Júliának, aki minden alkalommal jön, rendezi a templomokat, rendezi a kissomjói templomot, és ott van, és kátorizálja végig az Isten tiszteleteket. Az Isten áldja meg a testvérek életét, munkáját. Köszönet a sok-sok imádságért, hiszen érezhető, hogy imádságban hordozzuk egymást ezekben a napokban. És kívánok mindenkinek Istentől megáldott, boldog, békés húsvéti ünnepet. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Megkezdett énekünk. Szabadíts meg a szentségtelen és üres élettől,
Add, hogy szent lelked erejével feltámadott üdvözítőnk arca tükröződjék rajtunk, hogy életünk minden napján akaratod szerint dicsőségedre éljünk. Könyörgünk szeretteinkért, áld meg őket is élő hittel, bizakodó reménységgel, csendes élettel. Ne engedd, hogy a hétköznapok nehézségeit, terhei, harcai kioltsák szívükben a húsvét örömét. Élet és halálunkra hozzád kiáltunk a járvány nyomorúságában. Eléd hozzuk mindazokat, akik megbetegedtek, hogy vigasztalást és gyógyulást kérjünk számukra. Te légy közel minden szenvedőhöz, különösen is a haldoklókhoz. Mutasd meg nekik magadat, mint feltámadott a halálon győztes úr. Kérjük, te vigasztal mindazokat, akik most is gyászolnak és rettegnek. Ajándékozz bölcsességet és kitartást az orvosoknak és a kutatóknak. Te adj erőt minden ápolónak és ápolónőnek, amikor szélsőséges helyzetben kell helytállni. A politika és a közigazgatás terén munkálkodó felelős vezetőket erősíts meg, hogy bátrak és józanok maradjanak. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik pániktól szenvednek. Mindazokért, akiket legyőlt a félelem, adj nekik békességet a vihar közepén. Ajándékozz meg őket világos látással és vigasztalásoddal. Jó úrunk, eléd hozzuk azokat is, akiknek karanténban kell maradniuk, akik magányosnak érzik magukat, és azokat, akik senkit sem tudnak megölelni. Érítsd meg szívüket a te gyengédségeddel. Kérünk téged, add meg, hogy a járvány veszítsen erejéből, hogy a fertőzöttek száma csökkenjen, hogy ismét visszatérhessen életünkbe a normalitás. Köszönetet mondunk minden egyes napért, amelyen egészségesek lehetünk. Köszönjük, hogy újra megérthetjük, hogy az élet ajándék. Köszönjük, hogy felismerhetjük, hogy életünk egyszer véget ér, és nem tudunk mindent az ellenőrzésünk alatt tartani. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy egyedül te vagy örökkévaló, és hogy az életben sok minden egyáltalán nem olyan fontos, mint amennyire gondoljuk. Köszönjük, Urunk, hogy örök életet ajándékozol nekünk Jézus Krisztus által, és senki és semmi nem szakíthat ki minket az ő kezéből. Kérünk, irányíts tekintetünket a te eljövendő országodra. Töltsd be szívünket az örökké valóság örökével, és segíts, hogy el tudjuk hordozni a szenvedést, amelyeket ránk vesz. Nyisd meg a szemünket, és taníts meg minket hálásnak lenni azért a sok dologért, amelyek enélkül a krízis nélkül készülesen vennénk. Rád bízunk életünket. Hallgass meg minket, Urunk, és maradj velünk örökké kegyelmeddel. Add, hogy húsvét fénye és öröme az ünnep elmúltával is betöltse és megszentelje életünket. Teljesítsd be rajtunk üdvözítő munkádat, és hozd el hamar országodat, ahol többé nem lesz bűn és halál, ahol igazság és békesség uralkodik, mert te leszel minden mindenekben, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek a nevében még együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétel előtt még egy köszönetmondást szeretnék elmondani. Átugrott a sajnos a szemem, de a hirdetésben köszönet Rajki nénak, Eta néninek, Gércei gondokasszonyunknak, aki a templomot ilyen szépen feldíszítette, és méltóvá tette az Isten tisztelet megtartására. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő orcáját te felé, és adjon te néked békességet. Most a 294-es énekünket énekeljük.
ünnepet kívánok, Erősvárom István.